Sziasztok, kedves nézőim! A fényképek varázslatos ablakok a múltra. Sokkal színesebben és érzelmesebben tudnak régi időkről mesélni, mint bármely hosszú történet vagy visszaemlékezés. Minden egyes fénykép önkéntelenül is tanulja elmúlt eseményeknek, legyenek azok jelentős történelmi vagy hétköznapi pillanatok emberek életéből. Fényképeket mindig érdekes nézegetni, még ha néha hátborzongatóak is. Ezen a felvételen egy nő hallgatja a Beatles lemezek egyik számát az EMI gyár minőségellenőrző termében 1965-ben az Egyesült Királyságban. Ezen az 1967-es képen egy amerikai pilótát tart fogva egy fiatal vietnámi lány. A rotor egy olyan vidám parki attrakció volt, amit Ernst Hofmeister német mérnök fejlesztett ki és szabadalmaztatott 1948-ban. Először a 49-es Oktoberfesten mutatták be, és ezt követően az 1950-es-60-as években Európa szerte elterjedt, vásárokon és rendezvényeken állították fel. Úgy nézett ki, mint egy hatalmas hossztengelye körül forgó hordó, ami percenként 30 fordulatot ért el. Ahogy felgyorsult, centrifugális erő keletkezett, ami a benne álló emberek testét a falhoz szorította. Szó szerint lógtak a hordó oldalán anélkül, hogy lábukkal a padlót érintették volna. Sok látogató képes volt oldalra, vagy egészen fejjel lefelé fordulni. Különböző változatai léteztek a rotornak, amelyet a későbbi években fejlesztettek ki. Voltak olyan modelljei is, ahol a padlót egy bizonyos ponton behúzták, és csak menet végén tolták ki újra. A látogatók imádták a rotorokat, jól mulattak ezeken a különleges körhintákon, amikor azok megjelentek a vidám parkokban. A csecsenföldi Groznyban bankjegyeket semmisítettek meg 1995-ben. A Ford T-modell dobozban. Csak a kerekeket kell feltenni, a szélvédőt felszerelni és mehet. Új-Zéland, 1919. Német árokásógép az első világháborúban, 1918-ban. Nagy-Britanniában az 1920-as években a teljes üvegeket alumíniumfóliával kezdték lezárni. Az 50-es évekre a teljes cinke populációja megtanulta, hogy hogyan kell felnyitni a teljes emberek által hátrahagyott üvegeket, hogy tejhez jussanak. Sok brit speciális műanyag kupakot hagyott a lépcsőjén, hogy a tejet megúvják a cinkék garázdálkodásától, akik még azt is megtanulták, hogy mikor járják körbe a teljes emberek a vásárlók házait. Az egész a felhalmozott tudás átadásának képességéről szól. A cinkék rajokban éltek, és a fiatal madarak átveszik az idősebb egyedek tudását. Egy új viselkedésmódot egy madárpártól néhány hét alatt több száz egyet tud eltanulni. Karácsonyi baleset. Egy felfújható télapó rogyott össze a Macy's áruház által szervezett éves felvonuláson, New Yorkban 1941-ben. Lyukkártyák a törző páncélterem az Egyesült Államok beli nemzeti levéltárban az 1950-es években. Egy lyukkártya körülbelül 80 bájtnyi adatot tartalmaz. Minden dobozban 2000 lyukkártya van, ami összesen 160 kilobájt adat az egész teremben. Moldematic automata, amely fröccsöntött műanyag figurákat készített az 1960-as évektől. 1959-ben a Volkswagen bogárhoz opcionálisan kávéfőzőt is lehetett rendelni Németországban. Az első világháborúban német állásokra kilőtt lövedékek hüvelyei. A Hunter testvérek 1930-ban 23 napos folyamatos repülésük során a levegőben végeztek néhány mechanikai ellenőrzést. A repülés során időnként élelmet és üzemanyagot szállítottak nekik egy másik repülőgéppel. 1939-ben Budapesten egy munkanélküli férfi eladta a kopasz fején lévő helyet reklámfelületként egy sportmagazinnak. 1931-ben a marokkói Marrakesben egy Azu Basu nevű férfit fedezett fel a sajtó. A helyiek tudtak róla. Elmondásuk szerint egy barlangban lakott és nyers húson élt. Meztelenül járt kelt. A falusiak húztak rá egy zsákot, csak hogy fényképet lehessen róla készíteni. Azt mondták, hogy alacsony szellemi képességekkel rendelkezett. Csak néhány szót beszélt, de azok zöme is érthetetlen volt.
Keskeny homloka, csúcsos koponyája és előreugró állkapcsa volt, karjai pedig majdnem a térdéig értek. Akik látták őt, óhatatlanul összehasonlították a koponyáját a neandervölgyiek maradványaival, és megdöbbentek a hasonlóságon. A sajtó azonnal a majom és az ember közötti hiányzó láncszemnek titulálta, és az utolsó élő neandervölgyinek állította be. Amikor a hír bejárta a világot, megkezdődött a kutatás. Kiderült, hogy Azzó kisfejűségben szenvedett, ami egy olyan betegség, amelyben az embernek kisebb a koponya mérete, és emiatt az agytérfogata is. A kisfejűségben szenvedő emberek intellektusa általában gyenge, szellemi fejlődésük elmarad a normálistól. Végül is az utolsó neandervölgyiek körülbelül 40 ezer évvel ezelőtt eltűntek a Földünkről, emiatt is nem tartozhatott Azzó közéjük. A különleges jelölésekkel ellátott, bűnözők által használt rendszámok nagyban megkönnyítették a rendőrök munkáját az Egyesült Államokban. Fotó 1939-ből. Idős menekültasszony sétáltatja a tehenét Franciaországban 1918-ban az első világháború idején. Margaret Hamilton, a NASA vezető szoftvermérnöke, az általa az Apollo programhoz fejlesztett fedélzeti repülési szoftver kézzel írt kódja mellett áll. Ez a program juttatta el 1969-ben az embert a Holdra. Ezt a szívszorító képet Duncan Cameron készítette a Northumberland szorosban 1969-ben. Számos ország tiltotta be ezután a Kanadából származó szörmeimportot. Az ország akkori miniszterelnöke elismerte, hogy a fénykép sok ember szemében valóban erősen befolyásolta a Kanadáról alkotott képet. Még ugyanebben az évben a kanadai kormány betiltotta a bébifókák vadászatát. Magtárként használt Szűz Mária születése templom az oroszországi Tverben 1931-ben. Egy trükk egy fej nélküli lánnyal, körülbelül 100 évvel ezelőtt. 1895. október 22-én egy express a Montparnasse állomáson túlfutott a megállóhelyén, 30 métert tett meg a csarnokban, áttört egy téglafalon, s végül az órán állt meg 10 méteres magasságban. Albert Einstein egy lánnyal az ölében, az 1939-es New York-i világkiállítás megnyitóján. Einstein elmenekült a náci Németországból, és egy ideig Angliában bujkált. A híres tudós a németek halállistáján is szerepelt, ezért testőröket állítottak az ünnepelt fizikus mellé. A kép címe: Albert Einstein és testőrei. Angolában a polgárháború jelentős fegyveres konfliktus volt, három rivális párt, az MPLA, az FNLA és az UNITA között. A háború 1975-ben kezdődött, miután a függetlenségi háború lezárult, és 2002-ig tartott. Ezen a képen egy nyugati újságíró készít interjút egy 14 éves katonával 1976. februárjában. Hóakadály Minnesotában. Egyesült Államok, 1881. március. Rettenetes fogászati képek a múltból. A múltorvos tudománya képes volt meglepetést okozni. Nézzétek meg ezeket a kezeléseket. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy semmi érdekes nincs ezen a képen, de ez nem így van. Egy torpedó azért csapódott a K-178-as tengeraltjáróba, mert a B-454-es dízel tengeraltjáró parancsnoka elfelejtette kikapcsolni a célkövető berendezést, mielőtt egy képzési gyakorlat keretében kilőtt egy irányított torpedót. Az, hogy a kilövési terv nem sikerült, azután vált ismerté, hogy a torpedó nem a tervezett helyen bukkant fel. A baklövés miatt a felelős szemét figyelmeztették munkaköri mulasztás miatt. A torpedót eltávolították a tengeralattjáróból, és mindkettőt javításra küldték. De előtte még sikerült lefényképezni az esetet, sőt, az 1989. októberében készült fotókat meg is mentették az utókornak. Az óriás kerekek népszerűek voltak a 20. században. Körhinták és vidám parkok kísérték az 1900-as hatalmas világkiállítás alkalmából rendezett ünnepségeket is, amelyek az új évszázad kezdetét jelezték. Személyazonosításra szolgáló, bombázás okozta sérülés vagy halál esetére egy fiatal hölgy, Jack Julian tetováló művész az egyik lábára tetováltatta a nemzeti biztosítási számát, a másik lábára pedig a címét. Nagy-Britannia, 1942.
Hogyan lehetett nyilvánosan nőket megsimogatni és szájon csókolni? Nem kellett más tenni, mint 1946-ban rendőrnek állni Berlinben és elvégezni egy elsősegélynyújtó tanfolyamot. Manapság már a műanyag próba babákon gyakorolnak, de akkoriban Németországban ez önkéntes nőkön történt. Celsus tonnás ezüströg, Brit Columbia, 1892. Az első világháború alatt az amerikai kormány és a hadügyminisztérium arra kérte a nőket, hogy hagyjanak fel a fűzők használatával és váltsanak melltartóra. Ezzel 28 ezer tonna acélt takarítottak meg, és népszerűvé tették a melltartót. Az Appenninek hegyek között fekvő kisfalu Guilla gyermekeinek egy kábel és csigák segítségével kellett átkelni a Panaró folyón, hogy eljussanak a völgyben lévő iskolába. Modena tartomány, Észak-Olaszország, 1959. Fotó két NASA mérnökről egy 10 emeletes házméretű hangárban. A hangárban olyan blokkok vannak, amelyek egy szélcsatornába irányítják a levegőt az AMES kutatóközpontban. Egyesült Államok, 1960. A villanykörtéket régebben megjavították. A fényképen egy leningrádi gyár munkása látható, amint kiégett izzókat javít. 1942. december. Üzbég iskolás lányok matematika órán Taszkentben, a turkesztáni szovjet köztársaságban, 1921-ben. Tomika Temutu, a tuarangai Naiti Rengi törzs maori főnöke. A maori tetoválásokat nem tűvel, hanem albatrosz csontból készült késsel vitték fel. A késnyelét kalapáccsal ütötték, ezzel vágásokat ejtettek a bőrön. A tetoválások alapján a többi maori meg tudta állapítani, hogy a mokó tulajdonosa hány csatában vett részt, hány ellenséget ölt meg, hány sebet kapott, milyen társadalmi rangban állt, milyen foglalkozása volt és hányszor házasodott. Fénykép 1875-ből. Cardiff City Arsenal kupa döntő 1927. április 23-án. A rendőrök a Wembleyben az emberek fejére és vállára lépve tudtak csak közlekedni. A Cardiff City 1-0-ra megnyerte ezt a mérkőzést. Méteg elektromos mosógépek a vásárlással egybekötött háztartási gépsón, Washington DC, 1926. Rusztikus körhinta, Finnország, 1951. A repülőgép szárnyán való járás úttörőjének az amerikai Olmer Locklear gépészpilótát tartják. Ő volt az, aki 1919-ben végrehajtotta az első moonwalk mutatványt egy repülőgép szárnyán. Sajnos karrierje rövid életű volt, 1920-ban egy filmforgatás során repülőgép szerencsétlenségben meghalt. Ezen a képen Ormer látható, amint egy Curtis Ian Jenin 1920-ban egy repülés során fején állást hajt végre egy gépszárnyon. Röntgen felvétel egy karnyelőről 1928-ból. A korszak egyik legkülönlegesebb fotója. A mexikói forradalom idején elfojtott és 1915-ben tárgyalás nélkül halálra ítélt mexikói diák Venceslao Moguel túlélésének története hihetetlen. A kivégzés során 9 golyót találta el, a 9-et a kivégző osztag egyik katonája közvetlen közelről a fejébe lőtte, hogy végezzen vele. Venceslao azonban túlélte a lövéseket, és mikor leszállt az éj, sikerült a közeli Szent Jakab apostol templomig elkúsznia, ahol ellátták. Ezek az események 1933-ban váltak ismerté, amikor Santiago Méndez Espadas, yucatáni tudós és író megjelenítette Moguel életrajzát. 1937-ben meghívást kapott, hogy szerepeljen Robert Ripley népszerű rádióműsorában, a Hiszed vagy Semben. A fényképen Moguel a lőtseb által hagyott hegre mutat. 1901-ben egy kis japán faluban fiatal lányok vigyáznak a még fiatalabb testvéreikre. A vidéki területeken a lányokat arra nevelték és tanították, hogy gyerekekre vigyázzanak, mielőtt még maguk is szültek volna. Ez a világ számos részén még ma is gyakori. A szegény vagy tradicionális családokban a kisgyerekekre nagyobb gyerekek vigyáznak, hogy a szülők dolgozni és mindenkit etetni tudjanak.
Megbilincselt rabok malomtengelyeket hajtanak a lábukkal a Myanmari Yangon börtönben 1900-ban. Mára ennyi volt, kedves nézőim. Kattintsatok a like-ra, ha valami újat tanultatok, és írjatok hozzászólásokat is. Hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!